Sziasztok, én Bubble Boci vagyok, és ebben a mai videóban a Wallpaper Engine-t fogom nektek bemutatni. Ezt Steamről le lehet tölteni, vagy ingyenesen le lehet tölteni a netről. Én inkább a fizetőset ajánlom, mivel a free-ben, tehát az ingyenesben abban nincs olyan sok funkció, szóval én inkább a fizetőst használnám, úgyhogy igen, le lehet tölteni Steamről, itt le lehet tölteni 5 euró, ha jól emlékszem, és nem, 4 euró meg lehet venni, és ugye Steam-en keresztül lehet letölteni, link lent lesz a leírásban, és akkor nézzük is meg. Ahogy letöltjük, kapunk egy ilyet. Ezt kell nekünk megnyitnunk. Ezt most ide áthúzom a másik monitoromra. Két monitor van. És ugye nekem most ez a háttér van beállítva. És akkor itt van a Wallpaper Engine, és itt van, hogy háttérkép cseréje. Persze nektek egyből ki fogja dobni az ablakot. Mindjárt meg is nyitja. És itt is van. Szóval, itt vannak a letöltött háttérképeim. Néhányat letöltöttem, és néhány alapból bent van. Például bent van alapból Dino Run. Csak rá kell ide kattintanunk, és már át is változtatja. Igen, két monitorra is lehet, ugye itt van a képernyő kiválasztása, és itt lehet az elsőt, meg a második monitort is kiválasztani. Nekem most csak az első kell, szóval ja. És akkor itt, ezzel még tudunk játszani is, megnyomjuk a egeret, egérrel, hogyha kattintgatunk, akkor tudunk ugrani, és tudjuk szerezni a coinokat. Ezzel el lehet lenni. Ilyen türelemjáték, vagy hogy mondjam. Jó. Aztán van ugye a felfedez. Rámegyünk a felfedez menüre, és itt lehet keresni. Hogyha például ilyen animéset szeretnénk, akkor animéset letöltjük. De én most mutatok nektek mindjárt. Mondjuk, legyen mondjuk, mi legyen, mondjuk egy Camaro kocsi, de beírjuk, hogy Camaro, és akkor ki is fogja dobni nekünk a Camaro kocsikat, és például itt van egy ilyen, vagy egy ilyen, vagy egy ilyen. Vagy értitek, szóval kiválasztotok egyet, legyen ez, és rákattintotok, hogy letöltés. Ez éppen a Forzában van, ha jól látom. És akkor itt letölti. Lehet olyat, ami zenével megy, ezt megmutatom nektek. De most leveszem a hangját, hogy ne legyen olyan hangos. Lehet, hogy copyrightot kapok. Most levettem a hangját, egy kis időre megmutathatom nektek. Szóval ez van hangja is. Van ilyen is, ez is ugyanaz, csak ez kicsit jobb minőségben. Van itt ilyen, ehhez is van hang, ezt megmutatom nektek. Szóval nagyon szép.
tud lenni, van ilyen is. Ezt is megmutatom. Ilyen rézeres is. Ez is nagyon menő néz ki. Van többféle rézer. Tehát van ilyen rézer is. Ez is nagyon-nagyon-nagyon menő néz ki szerintem. De hát ugye kinek hogy. Nézzük meg a többit. Van még ilyen. Ez 4K. A legtöbb az ugye 4K-s, vagy 1080p-s. Ez is nagyon szép. És akkor nézzük meg azt, amit letöltöttünk. Itt van, még hangerő is van. Nincs, csak úgy. Mutatja. És akkor itt van a Camaro. Nagyon szépen néz ki. Van ilyen is. Ez alapból bent van, hogyha elindítunk egy zenét. A nem szponzorált a videó. Most a Spotify-t fogom használni. Elindítunk egy zenét. És akkor itt megy. Akkor van ilyen bárányos is, ez is alapból bent van. Kicsit várunk, hogy be tudjon tölteni. Na, itt húzigálom a bárányomat. Na. És ha már itt éneklem a jojót, akkor nézzük meg, hogy van-e Jojo. Hát van, bőven. Ups. Húha. Aha. Ezt megnézhetjük például. És akkor ugye, hogyha itt most keresünk YouTube-on, ugye a Golden Wind-et. Golden Wind. Megpróbsz. Nézzük, hogy megtalálja-e. Biztos, hogy van rá találat. Szerintem. És van rá találat. Nézzük meg mondjuk ezt. Vagy ezt. Legyen ez. Vagy ez.
Most már elkezdte letölteni. Le is töltötte. Hol van? Hol van? Itt. Nézzük. Semmi. És akkor van külön ugye, itt a felfedeznél, olyan, hogy nézzük csak. Ugye a main theme, ugye maga a zene, azt is be lehet állítani háttérképként. Letöltés. Na nézzük. És... És szóval működik. Én nagyon tudom nektek ajánlani, hogyha például, mit tudom én, webkamerához csináltok egy ilyen videót, és akkor háttérben a monitoron mennek ezek a dolgok, ilyen autó, ilyen meg ilyen Razer bedroom, tehát nagyon jól tudnak kinézni, szerintem. Úgyhogy én mindenkinek tudom ajánlani. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Következő videóban találkozunk. Sziasztok!